Harmadik alkalommal szervezik meg pénteken és szombaton, azaz szeptember 8-án és 9-én a Mízesdüllői Pogányünnepet Óbecsén, a Sulc tanyán. A rendezvényre a szervezők számos érdekes programot terveznek a látogatók részére. A lovasjátékok, lovaglás, az íjászat és a koncertek mellett előadást is hallhatnak Pavler Ókovicstól, a keleti orvostudomány doktorától, de megkóstolhatják a vegán konyha különlegességeit, és italvásárlási lehetőség is lesz. Pénteken délután 4-5 óra körül lesz egy szertartásunk, ilyen szűkebb kör, viszont szombaton meg már délután 1-2 óra felé indulnak a programjaink. Ez a pogány kifejezéssel mindig egy kicsit problémánk van, mert az emberek mindig egy kicsit rosszat félnek, viszont ez az hitünknek a magja igazából, amit máma ápolunk, mert ebből fejlődött valamikor mindenki, és csak tiszteljük a természetet. Szóval nem akarunk senkit sem meggyőzni, se megtéríteni, hanem csak egy tűzszertartás melletti ősi szertartást akarunk csak bemutatni az embereknek. A rendezvényre a belépő önkéntes adomány, amelyre mindenkit szeretettel várnak, üzenik a szervezők. A fesztivál a Mézesdüllőben lesz, vagy aki még nem tudja, hogy merre vagyunk, az esetleg az eseményben megláthassa a koordinátákat, vagy a Péter Révei út 86 és 88 közötti ösvényen ki lehet kerülni a tanyára. Nekünk abban a szempontból fontos az ősiességünk bemutatása, mivel a magja az egésznek, szóval ebből indultunk ki abba az időben, és a természetet imádjuk valami szinten, nekünk a legszebb templom igazából a csillagos ég. És azt nem érezzük úgy, hogy okvetlenül négy fal közé kell mennünk, hogy valakit imádjunk ebből a szempontból. Még mi az, hogy valakit vagy valamit? A legnagyobb problémánk az, hogy mindig kategorizáljuk a dolgokat, és nem biztos, hogy muszáj nevet adni a dolgoknak. Ezt akarjuk megmutatni, és itten ez nemzedéktől független, kortól független rendezvény. Jöjjenek el, és lássák még!